Sziasztok, én Marci vagyok, és igen, mint láthatjátok, ez nem a megszokott Fortnite, FIFA vagy Minecraft videó, ez egy Forza Horizon videó lesz. Na, nagyon rég játszottam a játékot, több hónapja, úgyhogy nagyon szeretnék már vele játszani. Kíváncsi vagyok egyrészt, hogy fog menni, másrészt meg, hogy élvezni fogom-e. Fogalmam sincs, mit fogunk csinálni, viszont azt tudom, hogy ez egy rövidebb videó lesz. Csak bemutatom szépen a játékot, hogy, hogy mi is várható. Igazából, hogyha szeretnétek természetesen sorozatot, akkor azt majd meg tudjátok írni a komment szekcióban, és valami ötletet is adhatnátok, hogy mégis milyen sorozatot. Ugyanis ez nem olyan egyszerű kitalálni, egészen eddig azért is nem volt, meg nem is volt nagyon kedvem játszani a játékkal, de most van. Úgyhogy igen, ezt majd még a videó végén elmondom, viszont nézzük meg, milyen a kocsim. Jelen pillanatban ezzel a Lamborghinivel vagyok. Szerintem ez a legjobb kocsim, nem. Várjál, ez egy jobb kocsi? Na ez jó, már akkor azt nem is én építettem. Ja igen, ez egy nagyon jó kocsi. Azt én szerettem, tehát 8,4,10,7,7,9,2,10 Hát ez jóval jobb, kivéve a gyorsulása. Úgyhogy sok pénzünk van? Sok pénzünk van. Akkor lehet, hogy egy picit tuningolunk rajta, hogy kellett már a fejlesztés és tuning. Jó, fejlesztés és tuning, egyedi fejlesztés, de nem ezen a kocsin akarok, akkor be kell szállni. Aha, menni fog ez. Így, szállj be a kocsiba. Szóval most ki fog dobni minket az utcára, zseniális. Amúgy nem is néz ki jól, szerintem, szóval... Na jó, látszik, hogy rég nem játszottam ezzel a játékkal. Látszik, hogy mégsem lesz ez olyan rövid videó. Na tehát, fejlesztés és tuning. És akkor most fejlesztjük. Jó van, elszórakoztam egy picit, de ezt kivágtam nektek. Hú, akkor a gyorsuláson kéne javítani. Ez, ha erre remegyek, az igazság szerint semmi nem javít, mert az van benne. Másik az pedig rosszabb. Itt is ugyanez mondható el. Ajaj, nincs több opció, hogy mit rakjak föl. Itt végre van sebesség, egy picit gyorsabb lesz. 5900 ér, oké, X-es lesz a kocsi, 999-es, nagyon jó fejlesztés. És sebesség megint egy picit gyorsabb lesz, rendben. Itt, na itt már a gyorsulás, hát nagyon nem változik meg amúgy úgy semmi, de egy picit elméletileg jobb. Lent kerék, hát itt is a gyorsulás picit, de ja, látványosan nem. Na nézzük a platform és kezelhetőség, szóval rugó és lengés csillapítók. Na itt ezt, ha felemeljük, akkor már is jobb a gyorsulásunk meg az indulásunk is, úgyhogy ezt felrakjuk. És a súlycsökkentés pedig nem segít nekünk. Úgyhogy nézzük a gumiabroncsokat. Itt szerintem már azért lesznek olyan dolgok, amik jók lesznek nekünk. Aha. Hát bármelyiket rárakhatjuk, igazából már semmit nem csinál, hogy legyen az. Amire rányomtam. Oké, ezzel nem segítünk, hátsóval azzal se. Még akkor az átalakításnál a motorcsere. Hát egyrészt drága, másrészt semmire nem jó, és a hajtáslánc csere. Ajja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 jj
kocsi. You keep shopping, have fun. I'll tote up the price for you here. Just let me know when you're done. Okay, tehát... Az jó. 36.950 kreditbe fog ez nekünk készülni, kerülni. Zseniális, lett egy sokkal jobb kocsink.
És amit még szeretnék, az egy kicsit keresünk rá valami jó kis dizájnt. Aztán egyetlen versenyünket lejátszunk a mai nap, és meglátjuk, milyen a játék. Mennyire tetszik nekem újra. Na, akkor új dizájnok keresése. Nézzük. Ami jó kis dizájn, ez egyébként nem olyan rossz, meg... Hú, jó, sok jó dizájn van. Így, ez a kék, ez nagyon menő, meg ez a piros is. Ilyen szép letisztultak, de... Á, nem tudom, ez is nagyon tetszik, meg ez is. Ez a kék, ez nagyon, nagyon... Nagyon jó, csak hogy a feketére nyomtam. Hajjaj. Nem, kékre nyomtam. Nagyon jó. Úgyhogy... Igazság szerint... Szerintem van egy nagyon menő kocsink. Áú, de hangos a játék legalábbis nekem. Úgyhogy... Keresünk valami jó kis... versenyt. Valami jó kis utcai verseny szerintem. Utcai verseny. Melyik az utcai verseny? Nem emlékszem, melyik színű. Országúti. Na, azt szeretnék, ilyen kéket. De ezek már mind meg vannak csinálva. Nincs olyan, hogy nincs meg csinálva. Itt, jobb fönt. Jó, ide elmegyünk. És akkor ezt a versenyt. Ezt szépen megcsináljuk. Veszünk egy szuper pörgetést, és meg lett a 150 forzaton poltunk. Úgyhogy... Gyorsan... Pörgetünk, sőt... Sőt, ugye csak egyet tudunk pörgetni, ne baj. Akkor egy szuper pörgetést. Nézzük! Egy jó kis kocsit! Kaptunk, sőt kettő kocsit, meg egy ilyen extra kocsit, egy meg hát ilyen egész jó kocsit, és egy ezüst lapos cipőt. Na, ezekre majd ránézünk. Még egyet pörgetünk, sőt kettőt. Na most kettő simát. Hát egy elég béna kocsit. És másodszorra pedig remélem pénzt. Nem, hanem egy eposzi hátra bukfenc gesztust. Zseniális. Ne! Készen állunk. Megérkeztünk a helyszínre. Kicsit sok ideje utaztam, de megérkeztem. Úgyhogy egyénit megyünk, mert most azért ez meg nagyon régi visszatérés. Természetesen ezzel a vulkánnal fogunk menni. Ez nagyon menő kocsi. Úristen, esti és esős verseny nem lesz könnyű így. Kezdésnek, tehát meglátjuk. Rögtön az elején problémákba ütközünk. Ez a Shadow, nem tudom ki megtartott. Nehéz bemaradni a pályán. Tudom, hogy ez furán, itt nagyon csúszkál az egész autó, meg minden. Lehet, hogy a kormányzás, nem tudom hányas, arra egy picit még tuningolni kéne. Mert ez így most kicsit nehezen vezethető. És hatodik helyen vagyunk az első körben, bár nagyjából le tudjuk követni a mezőnyt, de... Ja, gyorsulással nem lesz baj, meg ilyesmi, tehát sebességben simán utalérem őket, látjátok. Csak aztán el fogom veszteni ezt az előnyem a kanyarokban. Jó, sikerült megelőzni. Jaj, de jó. Ez a Mad Shock segítségével be tudtam venni ezt a kanyart tökéletesen. Hát, ja, csúszkálok. Mindjárt azért odaérünk szerintem a dobogóra.
de azt állat a végére nagyon elszúrjuk, meg jönnek is mögöttem. Ja, nem nagyon tudom bevenni ezt a kanyart. Oké, de itt mindenki küzdködik egyébként ezzel, ahogy látom. Nyerünk, herjük el azt a dobogót, most picit elhúztak. Megpróbálom őket utolérni, azért ezzel a kocsival nem minél, hogy olyan nehéz lenne. Viszont már az utolsó kör jön. Ez az utolsó kör, ez egy rövid verseny. Úgyhogy nem biztos, hogy be tudom őket érni. Ejjjj. Ő itt kicsit. Hát ez a kanyar, ez nem tetszik, ez nem tetszik. Itt most nagyon sokat vesztek. Igen, jönnek is rögöttem, jó, hogy ők közel. És elő most nagyon láttam őket. Hát ez rövid pályát már nem minél, hogy be tudom hozni. Pedig ezt a kanyart most nagyon jól vettem be. Igazából ezeket a kanyarokat jól veszem be, hogyha mondjuk még egy kör lenne, vagy kicsit hosszabb lenne a pálya, akkor szerintem ez simán, de 600 méter múlva ott a cél, hát csak 300 az innen. Sajnos nem lett meg a dobogó, negyedik helyezett lettünk, és tudom, hogy nagyon rövid lett ez a videó, igazából nem tudom hány perc, szerintem maximum olyan 8-10, viszont ennyit terveztem, hogy egy versenyt lejátszunk, már annyi. Picit még gyakorolhatok, vagy nem, az meglátjuk. És ha tényleg, hogyha tetszett, akkor egész mindenképp dob rá egy lájkot. Ó, közben 51-es szint. És mindenképpen, ha szeretnél Forza videókat, akkor írjátok sorozat ötleteket, vagy hogyha csak ilyen ilyen külön-külön videókat szeretnétek, hogy mondjuk versenyzek, vagy forzatonokat csinálok, vagy valami ilyesmi, akkor azt is írjátok meg nyugodtan. Hogy írjátok, hogy milyen Forza Horizon-os videók érkezzenek. Találkozunk a következő videóban, ne felejtsd el megosztani és feliratkozni. Én Marci voltam, sziasztok!